Október 6-án egy könyvbemutatóra várta a vendégeket a Városi Könyvtár. Az Országos Könyvtári Napok keretében Cibak Ilona Megcsókolt Élet című könyvével és a szerző életével ismerkedett meg a bemutató közönsége. Most egy összefoglalót láthatnak, kedves nézőink, a rendezvényről. A Megcsókolt Élet című könyv íróját, Cibak Ilonát, a könyvtár igazgatója Prényi Tünde mutatta be a vendégeknek. Cibak Ilona a helyi gimnáziumban tanult, és a mai napig kötődik a városhoz, a középiskolához. Köszöntötték a megjelentek között dr. Pásztornő dr. Vasanikót, a Kossuth-Lajos gimnázium igazgatóját is, akit arra kértek meg, hogy részleteket olvasson fel a könyvből. Harka Ákosné a férje, dr. Harka Ákos, az író egykori tanárának gondolatait tolmácsolta. A levélből megtudtuk, hogy ezt a találkozót Harka Ákos kezdeményezte, ezért üzenetében ő foglalta össze, milyen volt a fiatal diáklány és az 1968-as biológia-kémia szakos osztály. Cibak Ilona János Hidáról érkezett Tiszafüredre, abba az osztályba jelentkezett, amely később Puskás Lajos osztályfőnök irányításával jó közösségi kovácsolódott. Ők alapították meg a Puskás Lajos díjat, melynek kezdeményezője Cibak Ilona volt. A szerző először azt mondta el, hogy Tiszafüredre és a gimnáziumba mindig hazajön. Elmesélte a Puskás díj alapításának előzményeit, illetve azt, hogy ebben az évben már a 16. elismerést adták át. Hazajövök. Én bennem ez fogalmazódik meg, amikor jövünk a díjátadásra, oda belépünk, és én mindent magaménak érzek, és figyelemmel kísérem természetesen Fürednek a sorsát. Mi 4 évig jártunk ide a gimnáziumba, de ez azt jelentette, hogy 4 évig tulajdonképpen éjjel-nappal együtt voltunk, együtt formáltuk egymást, akkor lettünk emberré, illetve hoztuk az otthoniakat is, de azért tinédzserként egymás kezéből kaptuk a könyveket, a filmeket, a könyvtárba ültünk, akkor még ott volt a sarkon, és alig vártuk, hogy megjelenjenek a havilapok, ilyen stóc havilapok, és hát óra alatt is olvastuk sajnos. Utólag ezt már néhány évvel később ellene most már igen, be lehet vallani, úgyhogy szívesen jövünk. Azt gondolom, hogy mindannyian, hisz azért is alapítottuk a Puskás Lajos díjat is, mert olyan osztályfőnökkel ajándékozott meg bennünket a jó sorsunk, hogy én nem tudom, hogy hogyan szökte körénk ezeket a hálókat, de tényleg bármelyik pók meg irigyelhetné, hogy ilyen prima hálóval ragasztott bennünket össze, hogy a mai napig élő kapcsolatunk van, napi szinten tartjuk az osztályzöme egymással a kapcsolatot, és nem csak a jó, hanem a bajba is fogjuk egymás kezét. Ezért alapítottuk meg a Puskás Lajos díjat, hogy tanárunknak is emléket állítsunk, és az az igazság, hogy én úgy vagyok, akármilyen összejövetel van, hogy legyen valami magva, ami ne csak azért jöjjünk össze, hogy örömködjünk, persze örömködjünk, de azért mégis valami értelme, meg értéke is legyen, és így fogalmazódott meg bennem a Puskás Lajos díj, és hál' Istennek 16. díjat adtuk át az idén, és ezt a saját zsebünkből. Cibak Ilona szívesen beszélt szüleiről, gyermekkoráról, ahol a tanulás egy lehetőség volt a kiemelkedésre. Dr. Pásztorné dr. Vas Anikó egy részletet olvasott fel a könyvből, majd Cibak Ilona a könyv megírásának előzményéről beszélt. Róza anyám nagyon nagy becsben tartott, legkedvesebb keresztlánya. Abban az időben sok gyermek született, gyakorta több gyermek keresztülője lett egy-egy személy. Anyám is többszörös keresztanya volt, de kereszt gyermekei közül a templom toronynál is magasabban állt és emelkedett ki Róza. Ő üstökösként ragyogott és vezetett bennünket, felnőttet, gyereket, a teljesen ismeretlen középiskolák, egyetemek, az értelmiségi hét felé. Ő volt az első. Ő volt a példa mindannyiunknak, akiknek céljai voltak és akartak valamit. Úgy emlékszem, hogy kisdiákként nem csillogtatta meg képességeit, de egy-két év múlva tudásvágya, magával ragadó egyénisége közismerté tette nevét a falunkban. Igazi közösségi ember, tele tűzzel, temperamentummal, tenni akarással és nem utolsó sorban lehetséggel. Vágott az esze, mint a legélesebb gyémánt bevonatú beretva. Minden tanár szerette, óvták és dédelgették, mint egy üvegház legértékesebb palántáját.
mert az volt, és ma is időtálló, drága kincs nekünk. A kötet első története az édesapjáról szólt. Az írások megjelenését dr. Sipos Lajos professzor javasolta, aki szerint a történetekben jelentős szociográfiai, néprajzi értékek vannak. Cibak Ilona egész életét meghatározta a szeretetért vívott harc. A közösségben éltek náluk rosszabb körülmények között is, de a szegénység és a kitaszítottság része volt az életének, hiszen nem a faluban, hanem a cigánytelepen laktak. Prényi Tünde arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy néhány novella elolvasása után időt kell hagyni arra, hogy hassanak a történetek. A Belső bélyek című novellában azt fogalmazta meg az író, hogy mit jelentett számára az, hogy cigány származású, másságot, alávetettséget, kirekesztettséget. Cibak Ilona úgy gondolja, hogy ez a könyv jó olvasási élményt nyújt majd. A beszélgetés végén az első Farmer nadrágom című novella hangzott el, majd a könyvtár és a gimnázium vezetője virágcsokorral köszöntötte Cibak Ilonát.